Gondolnák-e, hogy a lila ákác veszélyes? Gondolnák-e, hogy gyerekeket kerget kórházig egy lila ákác fogyasztása, és nem is tudom, hogy lehet a lila ákácot fogyasztani, de majd ez kiderül Orlószi Lászlótól, aki a fűvészkert igazgatója. Jó napot kívánok! Jó reggelt! Én mondtam előbb Emiliának, előbb egy órával ezelőtt, hogy magam nem nagyon engedtem soha a kisgyerekeimnek, hogy mindenfélét összeegyenek mondjuk a játszótéren, mert fogalmam nem volt róla, hogy mi az, ami veszélyes, és mi az, ami nem az. És szerintem ezzel mi legtöbben így vagyunk. Igen, ez így van. Nagyon sok olyan növény található meg a közterületeinken, aminek vannak egészségügyi hatásai, tehát lehetnek egészségügyi hatásai. Ezt általában egyébként ezt tudott, mert a közegészségügyi központ nyilvántartásában szereplő növényekről van szó többnyire, de itt is többféle kategória létezik. Tehát vannak olyanok, amelyek kifejezetten mérgező növényeknek számítanak, ilyeneket közterületen ültetni nem engedélyezett, vagy nem praktikus. Viszont vannak olyan növények, amelyeknek nincsen súlyos mérgezési hatása, de okozhatnak azért némi problémát, akár azzal, hogy okoz mondjuk egy hasmenést, vagy kiütést, például allergiás tüneteket. Nagyon sokféle növényi hatásról beszélünk, ahogy egyébként ismerjük a gyógynövények hatásait is. Itt ugye az volt az érdekes ebben a helyzetben, hogy egy pilisborosjenői óvoda udvarának a kerítését futotta be ez a növény, aminek az apró terméséből ettek a gyerekek, és ettől lettek rosszul, és ez a növény sem szerepel a kifejezetten mérgező növények listáján. Itt akkor ez egy hiba volt, ezt a lila akácot hagyni, elburjánozni az óvodában, vagy ez még belefért, csak meg kellett volna tanítani a gyerekeket, hogy ne vegyék a szájukba? Igen, hát itt az a probléma, vagy az a gond, én sajnos nem ismerem a helyzetet pontosan, és itt a legnagyobb gondot az jelenti általában, hogy amikor megtörténik az eset, akkor utána valójában magyar néven illetett növényekről beszélünk, ami nem minden esetben egyértelmű. A növények elnevezése egy nemzetközi szabály szerint kettős latin nevezéktannal történik, és ha így nevesítünk egy növényt pontosan, akkor pontosan tudjuk, hogy mely növényről van szó. Így, hogy lila akác, ez valójában tudjuk, hogy ez mit jelent a latin nevezéktan szerint, ugye ez a Wisteria sinensisnek hívják ezt a növényt latinul, de valójában egyáltalán nem biztos, hogy aki ezt a növényt lila akácnak nevezte, az valóban erről a növényről beszéle. Tehát először azt kellene látni, hogy a szobaforgó növény micsoda. Tehát itt növényi mintát, vagy fényképet, vagy bármit kellene mutatni, vagy azt, amit megettek a gyerekek, azt a magot, vagy termésrészt meg kellene mutatni, hogy ebben a kérdésben lehessen valamilyen vélemény. De maga a lila akác tudottan lehet károkozó, nem mondom, hogy súlyosan mérgező, meg nem tudom, hanem hogy akkor okozhat bajt. Maga a lila akác nem szerepel ezen a listán, miszerint nem is számít mérgező növénynek, és valójában ezért is vettem föl ezt a kérdést, hogy ugye úgy szól a híradás, hogy a lila akác apró terméseit ették meg a gyerekek. Na most a valódi lila akácnak, tehát a Wisteria sinensisnek nem apró a termése, egyáltalán nem apró, tehát legalább 15-20 centisre is meg tud nőni egy ilyen hüvelytermés. Ezt megenni egy gyerek által, ez meg ráadásul száraz, kemény, de meg szőrös, tehát én azt gondolom, hogy ezt még az állatok sem nagyon eszik, nem hogy gyerekek. Viszont van valami félreértés, ezt valami nem lesz itt jó, igen. Viszont igen, ha már itt tartunk, vannak olyan tipikus növények, amik egyébként megtalálhatók a környezetünkben, de a gyereket húzzuk el tőle? Igen, vannak ilyen növények, sőt vannak olyan jellegű növények is, amelyek még talán akár hasonlíthatnak is egy ilyen lila akácra, ha nevezzük így nevén, de ezeket általában nem szokták és nem is ültetik óvodák területére. A leggyakoribb ilyen növény egyébként, aminek semmi köze a lila akáchoz, de található óvodák területén, sajnos, ez a tiszafa. Ugye a tiszafátról tudni kell, hogy semmi köze a lila akáchoz, nem is úgy néz ki, ez egy nyitva termő növény, tűlevelű ráadásul, örökzöld. Ennek minden része... Hoppá, most tudtuk minden része ezek szerint mérgező. Hogy befejezzük és a mondatot. Piros, pici bogyói van. De talán visszatér hozzánk még, igen, vendégünk. Itt is van. Igen, bocsánatot kérem, csak odáig hallottuk, hogy tiszafa és minden része. Igen, tehát például a tiszafánál minden része mérgező, kivéve az a piros úgynevezett termésköpeny vagy magköpeny, amit a madarak elfogyasztanak, de benne levő mag is mérgező. Na, ezt meg szokták enni egyébként gyerekek is, bár nem túl gusztusos, de piros, és megeszik. Viszont ha nem rágják el a magot például, akkor gyakorlatilag ürül a szervezetből, semmi baja nem lesz. De például ilyen növény kockázatos ültetni bármilyen közterület, illetve óvodák területére, ezért
Például a tiszafák esetében a porzós változatokat ültetik, aminek nincsen ilyen magja, ilyen piros ariuszos magja, és ezért nem is kívánatos fogyasztása. De lombhullató növények közül, mint például a lilaakác, van egy nagyon mérgező növény, az aranyeső. És az aranyesőt viszont elég sok fele ültetik, ez nem azonos az aranycserjével, ami most virágzik, ez a klasszikus aranyeső, aminek csüngő, sárga, akáchoz hasonlító virágai vannak, ennek valóban kicsik a termése is, és eznek viszont a termése igencsak mérgező, ezt nem is szabad, sőt kifejezetten tiltott óvodákba, iskoláknak az udvarára ültetni. Na, pedig az aranyesőt ilyenkor tavasszal nagy szeretettel nézegetjük, és ez milyen szép. Most tanítottam meg a gyerekemnek, igen, hogy ez az aranyeső. Igen, úgyhogy ne is menj oda hozzá közel. Az nem az aranyeső. Igen, annak mi a neve még egyszer? Mit mondott pontosan? Igen, tehát ami most virágzik, igen, és cserje, igen, az aranyfa. Aranyfa. Ma is tanultunk ami valamit. Később virágzik, és csüngő virágzata van, sárga csüngő virágzata, olyan, de az akác, igen, az az aranyeső. Jó. Itt megint a magyar név és a latin név közötti óriási különbség. Ugye, ami most virágzik, azt úgy hívják, hogy forzícia, ami meg később fog virágozni, és csüngő sárga virág, az pedig a laburnum. Tehát érdemes itt megtanulni azért ezt a néhány latin nevet. Köszönjük szépen, hogy ezeket megtanította nekünk, majd igyekszünk ezentúl, de fontos dolgokat mondott, és figyeljünk a gyerekekre. Figyeljünk a gyerekekre. Köszönjük szépen. Köszönöm.